mindegy 3000 kg veszélyes hulladékot adtak le a lakosok az idei veszélyes hulladékgyűjtés alkalmával. A városgazda autói a város több pontján gyűjtötték egyebek mellett a festéket, a használt olajat és a lejárt szavatosságú gyógyszereket. Kis Mihály tévéműszerészként dolgozik, gyakran halmozódnak fel nála a javíthatatlan készülékek, amelyek veszélyes hulladéknak számítanak, így a kukába nem dobhatók ki. A férfi éppen ezért nagyon jó dolognak tartja a szervezett veszélyes hulladékgyűjtést. Örülök neki, és minden alkalommal igénybe is leszem, mert nem kell ráig kivenni, hanem itt közel a lakásomhoz le tudom adni. Örülök neki. A lakosok megszokták és igénylik a veszélyes hulladékgyűjtésnek ezt a formáját, amikor a különböző gyűjtőpontokon átveszik tőlük a hulladékot. A gyűjtés az elmúlt évekhez hasonlóan idén is népszerű volt, mondta Nyéki István, a Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatója. Mintegy 3000 kg veszélyes hulladékot sikerült az idén összegyűjteni és ártalmatlanításra átadni. Leginkább mik voltak ezek? Jellemzően a festékek, festékmaradványok tették ki a döntő többségét, de egyéb veszélyes anyagok, étolajak, gyógyszerek és hasonló anyagok. Talán érdekes az, hogy több mint 50 kiló gyógyszermaradványt gyűjtöttünk össze. Helyszínekkel kapcsolatban milyen tapasztalatok voltak? Volt-e olyan, ami kimondottan népszerű volt, és esetleg olyan, amit kevésbé kerestek fel a lakosok, és mondjuk esetleg jövőre már ott nem lesz, vagy más helyen lesz? Ezt nehéz megítélnünk, ugye nagyon sok helyszín van, ezek évek óta bejáratott helyszínek, ismerik a lakosaink. Ugye nem tudjuk, hogy most oda azért vittek keveset, mert az a helyszín nem jó, vagy csak azon a környéken kevesebben laknak, vagy kevesebben hajlandók élni ezzel a lehetőséggel. Nem kaptunk olyan jelzést, hogy érdemben változtatni kellene a helyszíneken sem, és úgy tűnik, hogy ez a fajta gyűjtésszervezés is működik, amikor meghatározott időben, meghatározott helyen tartózkodik a gyűjtőjármű. A lakosok odaviszik a feleslegessé vált veszélyes anyagokat, és mi pedig átvesszük ezt.